Gyenge almatermés. Az aszály miatt idén 500 ezer tonnához közeli almatermés várható az országban, szemben a tavalyi több mint 900 ezer tonnával. Központi megemlékezés. Az a nemzet érdemes a jövőre, amelyik büszke a múltjára, és számon tartja örökségét, hangzott el Fényes Litkén az államalapítás alkalmából rendezett ünnepségen. Lefoglalt szálláshelyek. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégén szinte minden kiemelt turisztikai térségben telt házzal üzemelnek a szállodák. Az idén 500 ezer tonnához közeli almatermés várható az országban, szemben a tavalyi több mint 900 ezer tonnával. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Júniusban még jobb termést becsültek a szakemberek, de a nyári aszálykárok miatt inkább a 500 000 tonnához lesz közelebb a mennyiség, hangzott el a megyei agrárkamara kertészeti osztályának ülésén. Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, a termés kiesésből származó veszteséget a kárenyhítési alapból pótolják a termelőknek. Az elmúlt évben rekordmennyiségű alma termett az országban, amely már előrevetítette az idei gyengébb termést, ám az aszályos rendkívüli meleg időjárás miatt a vártól is elmarad az idei termés mennyisége. Ezért nagy valószínűséggel megnő a kereslet a feldolgozók részéről a gyümölcs iránt, ami az árak növekedésével járhat. Különösen az elmúlt évhez képest jelentősen lecsökken az alma mennyisége. Azt gondolom, hogy ez az aszály, különösen ott, ahol öntözni nem tudnak, ez katasztrofális helyzetet idézett elő. Ezzel számolni kell a feldolgozóknak is. Természetesen az árak ezzel összefüggésben alakulnak. Az, hogy mi lesz az induló ár, nagyjából egy 24-25 forint körül számolnak a gazdák, de az induló ár, meggyőződésem, hogy ez nagyon rövid időn belül jelentősen meghaladja a 30 forintot. A tavalyitól magasabb felvásárlási árak részben kompenzálhatják a terméskiesésből származó veszteséget, az aszálykárok miatti árbevétel kiesést pedig a kárenyhítési alapból fogják pótolni a termelőknek. Azt gondolom, hogy itt minden olyan eszközt igénybe kell venni, ami segít azon, hogy a gazdák talpon maradjanak. Egyrészt az árakkal jobban el kell ismerni az áruértékét, másrészt pedig hát a kárenyhítési alapban lévő források felhasználása most a gyümölcsösökön túl most rövidesen megkezdődik a szántóföldi egyéb növényeknek, a kultúráknak van a felmérés, a gazdászok ezt elvégzik, és onnantól kezdve a miniszternek meg kell tenni a szükséges intézkedést, a szájsújtotta területi nyilvánítás egyebek, tehát forrás van a kárenyhítési alapba, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. A megyei agrárkamara kertészeti osztályának ülésén szó volt a vidékfejlesztési programról is, amelyet a közelmúltban hagytak jóvá Brüsszelben. Jakab István szerint fontos, hogy az elkövetkező években uniós források bevonásával megépüljön egy a gazdák tulajdonában lévő feldolgozó üzem a térségben. Az a nemzet érdemes a jövőre, amelyik büszke a múltjára és számon tartja örökségét. Ezért fontos megállni, számvetést készíteni a nemzeti ünnepeken. Ezt Cseszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke mondta a megyei önkormányzat központi megemlékezésén Fényes Litkén, az államalapító Szent István király és az új kenyér szentelése alkalmából tartott ünnepségen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat 2006 óta minden évben más-más településen tartja az államalapító Szent István király ünnepét és az ehhez kapcsolódó kenyér szentelő ünnepséget. Idén Fényes Litka adott otthont a rendezvénynek, amelyen a megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, egy-egy nemzeti ünnepen mindenképpen érdemes számvetést készíteni. Remélhetőleg a töltekezést jelenti mindannyiunk számára, akik átérezzük a nemzeti közösséghez való tartozást, a múltból meríthetünk erőt. Az a nemzet érdemes a jövőre, amelyik büszke a múltjára és számon tartja a múlt örökségét. Ezért fontos megállni, számvetést készíteni a nemzet ünnepeken, állami ünnepeken. Különösen Szent István napja jelenthet sokat számunkra, hiszen valóban ez hivatalos állami ünnepünk is, és egy olyan múltra emlékezik, amely nem, ha bármilyen küzdelmes is volt, és bármilyen későbbi eredményekkel gazdag is volt egy-egy szabadság küzdelmünk, akár 56, akár 48, ez egy sikertörténet, hogyha lehet így a mai nyelven mondani,
ezt jobban értik talán a fiatalok is. Igazi sikertörténet a magyar államiság, a magyar nemzet elmúlt 1000 évben, éve egy olyan húzatos helyen, mint a Kárpát-medence. Az ünnepségen felléptek Fényes Ritkei diákok, helyi hagyományőrző néptáncosok, valamint népi éneket is hallhatott a közönség. Ezek után a történelmi egyházak vezetői megáldották és megszentelték az ország kenyerének is szánt tönkölybúzából készült friss kenyeret. Elsősorban mi nem magáról Szent Istvánról akartunk most megemlékezni, hanem az új kenyérről, hiszen a vidéknek végre az erejét az mutatja, hogy augusztus 20-ára adatás utára minden házhoz a friss új kenyér, új búzából őrölt ugye kenyér kell az asztalra. Ami különleges volt, hogy a vendégeink egy 150 éves tábori asztalnál ülhettek, hiszen volt nekünk egy 1848-as honvéd őrnagyunk, Irényi őrnagyó, aki a rácotokat vert annak idején, Kossuthó kitüntetés is kapott, és neki a tábori asztalánál szenteltük meg a kenyeret, és a vendégeink, a szónokaink ennél az asztalnál ülhettek. Fényes Ritkén 8. éve elismerést és pénzjutalmat kapnak azok a fiatalok, akik jó tanulmányi eredményt érnek el. Az érintettek az ünnepségen vehették át az elismerést. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégén szinte minden kiemelt turisztikai térségben teltházzal üzemelnek a szállodák. Vidéken inkább a vízparti, gyógy és wellness szállás helyeken sok a foglalás. Nyíregyháza Sóstón is már csak néhány hely maradt üresen. Ebben az idegenforgalmi szezonban másfélszeresére nőtt a vendég éjszakák száma tavalyhoz képest. Az elmúlt évhez viszonyítva is növekedett a szállásfoglalások száma Nyíregyháza Sóstón. Ebben a turisztikai idényben másfélszer több foglalás volt a szállodákban szálláshelyeken. Az idegenforgalmi főszezonban kiváló volt az időjárás a nyaralásra, így sokan érkeztek a térségbe. A családok, a gyerekes családok és a külföldről érkező turisták száma szinte másfélszeresére nőtt az előző évhez képest. A foglalásaink gyakorlatilag június végétől ez idáig 90-95% között mozognak. Az átlagos foglaltságunk most is egy olyan 92%. Ha a megyeszékhelyen eltöltött vendégészakák statisztikáját nézzük, 60-40%-os arányban többen jönnek külföldről, elsősorban Szlovákiából és Lengyelországból. Óriási vonzerő a fürdő gyógyvize, az állatpark, de különböző rendezvényekre és a hosszú hétvégékre belföldről is szép számban érkeznek a pihenni és kikapcsolódni vágyók. A mostani augusztus 20-ai hétvégére is szinte teltházban, az általunk megkérdezett szállodában és panziójában is. Magyarországról is nagyon sokan jönnek, tehát én nagyon sok magyar vendéggel beszélgetek Budapestről, Tökörről, Sopronból, tehát Dunántúlról is. A Vadaspark óriási idegenforgalmi vonzerő Nyíregyházán, és hál' Istennek itt vagyunk közel, megkeresnek bennünket, és sokan itt alszanak meg nálunk. Elsősorban az igényes szállodákat keresik a vendégek, többen választják a sóstói szálláshelyeket. A mostani zsúfolt hétvége után Nyíregyházán a Vidor Fesztivál ideje alatt telnek be a szálláshelyek, már jó előre lefoglalták a napokat a fesztiválozók. Növelni kell a közoktatásra szánt forrásokat, kiemelten kell kezelni az idegen nyelv oktatást, meg kell állítani a forráskivonást a felsőoktatásból, a 2011 előtti szintre kell emelni az államilag támogatott keretszinteket. Többek között ezeket a javaslatokat tartalmazza az a 12 pontból álló tervezet, amelyet a Societas baloldali ifjúsági mozgalom Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete dolgozott ki, és amelyet ősszel az MSZP kongresszusa elé terjesztenek majd. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azt mondhatjuk, hogy sajnos az ifjúság a leginkább sújtott az elvándorlás, a munkanélküliség, illetve egyre inkább sújtott azáltal, hogy egyre nehezebben tudnak bejutni a felsőoktatásba. Éppen ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy egy olyan javaslatcsomagot támogassunk az MSZP keretein belül, a Societas, az ifjúsági szervezet által kidolgozva, amely konkrét javaslatokat tesz és ötleteket fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne segíteni az ifjúság oktatásban tartását, felsőoktatásban való részvételét, illetve azt, hogy minél hatékonyabban tudjanak maguknak munkát találni. Egy 36 éves nőt gázolt halálra a Nyíregyháza-Záhony között közlekedő gyorsvonat kedden késő este Nyíregyházán. A Vestük Vilmos utcánál a 38-as és 39-es vasúti kilométer szelvények között. A nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Feloldotta a tűzgyújtási tilalmat a Földművelésügyi Minisztérium. A szaktárca egyben felhívja a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad.
A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az eloltásáról. A tárca figyelmeztet továbbá arra, hogy az erdőn kívüli területeken, illetve lakott területeken történő tűzgyújtás esetén is minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül könnyen tovább terjedhet, és súlyos károkkal járó közvetlen tűzesetet forrása lehet. Sajt készítéshez szükséges eszközöket helyezett ki állattartókhoz a Kárpáti Borzderes Fajtafenntartó Tenyésztési Program keretében az Emisszió Egyesület. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Több mint 250 táncos vett részt nyíltason a második Freedance Nemzetközi Táncfesztivál első napján. A rendezvény egyben a település önkormányzatának kulturális programja is volt, nyitva van az Aranykapu címmel. A profi táncosok mellett a település apraja nagyja is kivette a részét a szórakoztatásból. 3 ezüstérmet szerzett a kazanyi Masters világbajnokságon Szokol Diana. A nyíregyházi úszónő a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban is másodikként csapott célba. Sajt készítéshez szükséges eszközöket helyezett ki állattartókhoz a Kárpáti Borzderes Fajtafenntartó Tenyésztési Program keretében az Emisszió Egyesület. Az uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az egykor őshonos szarvasmarha fajtát, amely alkalmas a háztáji tartásra, és a manufakturális élelmiszer feldolgozásra újra elterjesszék az országban. Sajtkészítéshez szükséges eszközök érkeztek azokhoz a gazdálkodókhoz, akik borzderes szarvasmarhákat tartanak gazdaságukban. A projekt 2013 végén kezdődött, és 20 hónapig 2015 augusztus végéig tart, amelynek keretében kárpáti borzderes szarvasmarhákat helyezett ki az Emisszió Egyesület háztáji gazdaságokba. Az uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy a külterjes tartásra kifejezetten alkalmas fajtát újból elterjesszék Magyarországon. Napi fejést szoktam most, mivel hogy meleg van, átváltottam napi egy fejésre, hát olyan 5-6 liter tejet fejek 24 óránként belőle. De ez, hogyha nem ilyen meleg az idő, akkor ez változik, mert olyan 12 litert is tudok belőle fejni az egyetlen egy tejémből. A borzderes fajta kimondottan alkalmas sajtok és más tejkészítmények előállítására, ezért a kisüzemi, illetve a házi termék előállításban is fontos szerepe lehet. Éppen ezért a program részeként a sajtkészítéshez szükséges eszközöket is vásároltak a gazdáknak, és képzést szerveznek, hogy a tejet minél több formában tudják feldolgozni, és ezzel akár plusz jövedelemre is szert tehessenek az állattartók. Meg kéne szereznünk ezt a tudást, a sajtkészítéshez szükséges tudást, és akkor nagyon szeretnénk többféle sajtot is csinálni, ki fogunk próbálni mindent, amit csak lehet. Falvainkban már a szinte teljesen megszűnt az állattartás. Ezen a helyzeten sokat javíthatnak olyan programok, amelyek alkalmasak a háztáji gazdaságok támogatására és a manufakturális élelmiszerfeldolgozás újbóli kialakítására. A projekt keretében 40 szarvasmarhát, 40 tehenet helyeztünk ki. Közel 20 gazdával állunk kapcsolatban, és minden gazda számára felajánljuk azt, hogy sajtkészítő eszközöket helyezünk ki hozzájuk. Ugye ez a 15-20 gazda, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben található. Itt a környéken, a mi megyékben például van egy több gazdát érintő kis térség, itt 6 gazdával állunk kapcsolatban, Porcsalma, Pátyod és Csukod térségben, és a 6 gazdából 5 döntött úgy, hogy sajtot szeretne majd készíteni, tehát itt 5 ilyen sajtkészítő eszközkészletet fogunk kihelyezni. A projekt a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, MP határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával, amelyben az Emisszió Egyesület partnere az ukrajnai Terradej Alapítvány. Több mint 250 táncos vett részt nyíltason a második Freedance Nemzetközi Táncfesztivál első napján. A rendezvény egyben a település önkormányzatának kulturális programja is volt, nyitva van az Aranykapu címmel. A profi táncosok mellett a település apraja nagyja is kivette a részét a szórakoztatásból. Összesen 400-an táncolnak a második Freedance Nemzetközi Táncfesztiválon. A 3 külföldi és 18 magyar tánccsoport az egy hét alatt ellátogat Dombrádra, Kisvárdára és Nyíregyházára is.
A program első állomása Nyírtason, a Nyitva van az Aranykapu rendezvény keretében volt. A fesztiválra román, török és ukrán tánccsoportok, Magyarországról pedig több hagyományőrző együttes is érkezett, de emellett társas és modern tánccal is találkozhatott a tánckedvelő közönség. A mai programunkon körülbelül 250 táncos vesz részt, és megpróbáljuk minden fesztivál napunkat tartalmassá tenni, hogy a néptánc, modern tánc és társas tánc képviselje a táncművészeti ágakat. A mai napon is ez sikerült. Reméljük, hogy nagyon érdekes lesz a program. Nagyon készültek a csoportok, nagyon sok e-mailt kaptunk, mielőtt jöttek a csoportok, hogy mi lenne az, amit mi szeretnénk, mi az elvárásaink. Mi mindig azt mondtuk, hogy saját maguknak feleljenek meg. Nyilván, hogyha a saját tánctípusukban jól dolgoznak, mi annak örülünk, és örömmel látjuk azt, amikor ilyen lelkesen, ilyen jó kedvel vesznek részt. A nyírtasi Nyitva van az Aranykapu kulturális programon a tánc mellett a helyi értékekkel is találkozhattak, és a település gasztronómiai különlegességeit is megkóstolhatták a résztvevők. Tavaly már a Kapunyitogató című rendezvényünkkel indítottuk ezt a, hát igazából értékteremtő, értékmegőrző rendezvénysorozatot, és mindenképpen szeretnénk ennek hagyományt teremteni, mert rájöttünk mi nyírtasiak arra, hogy itt mennyi érték található. A fafargásoktól kezdve a festményekig, a kerámiákig, az egyszerű hímzések, a szőttesek, bármi olyan, ami itt érték, és nem ismerik az emberek, még a nyírtasi emberek sem sajnos. Ez a rendezvény ennek a folytatása lenne, és lám, most is vannak kerámiák, most is vannak festmények, és meg annyi érték itt Nyírtason. A rendezvény keretében a református templomban helyi alkotóművészek munkáiból nyílt kiállítás. Három ezüstérmet szerzett a kazanyi Masters világbajnokságon Szokol Diana. A nyíregyházi úszónő a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban is másodikként csapott a célba. A 16. vizes világbajnokságot követően az elmúlt héten rendezték meg az oroszországi Kazanyban a Masters világbajnokságot. A magyar küldöttség egy kényszerleszállással tarkított repülőút után érkezett meg Tatárföld fővárosába, ahonnan végül 7 arany, 11 ezüst és 6 bronzéremmel tért haza. Az ezüstök közül 3-at a nyíregyházi Szokol Diana szerzett, aki a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében utolsó évesként 3 gyorsúszószámot követően is a dobogó második fokára állhatott fel. Nagyon elégedett vagyok a 3 ezüstéremmel. Az egyik arany majdnem sikerült, 750-ig vezettem, 800 gyorson, 800 gyorsra készültünk. Nem vagyok szomorú emiatt, akkor egy kicsit szomorú voltam, de most már, hogy hazajöttünk, most már nagyon boldog vagyok, hogy 3 ezüstérem sikerült. Én még ilyen világbajnokságon nem voltam. Annyira pozitív csalódás volt. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk Oroszországba. Végig jól szervezett, jó hangulatú volt, nagyon sok úszó volt. Tulajdonképpen annyira boldogok voltunk, mikor ott voltunk, hogy ilyen jó társaságba kerültünk, ilyen gyönyörű helyre, hogy már csak pozitívan jöttünk haza minden tekintetbe. A civilben fogorvosként dolgozó úszónő 10 hónapos világbajnoki felkészülését Sajgó László irányította. A fiatal edző szerint tökéletes visszaigazolása volt a közös munkának az, hogy tanítványa mindhárom számban megjavította korábbi legjobbját. Szépen lassan építkeztünk versenyről versenyre. Több magyarországi versenyen részt vettünk, illetve egyszer voltunk Eindhovenben, Hollandiába, és mindegyik verseny arra utalt, hogy jó úton járunk, és hogy az a világbajnokság jól sikerülhet. Amit magunk elé kitűztünk, azt sikerült megvalósítani, és ezek a versenyek mindig adtak egy lökést, egy pozitív kiszfogást, hogy jó úton járunk. Az úszónő a következő hetekben még levezető edzéseken vesz részt, majd egy hosszabb pihenőt követően elkezdi a felkészülést a jövő évi londoni Európa-bajnokságra, ahol korosztályváltást követően úgymond korcsoportja fiataljaként szállhat majd medencébe. Megkezdődött a bajnoksága a labdarúgó megyei első osztályban. A nyitó fordulóban a legutóbbi bajnok Tuzsér 3 kiállítással és 3 kihagyott 11-essel tarkított mérkőzésen 1-0-ra verte az újonc Nagyecsedet. A második forduló legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén a Nagyecsed a szomszéd vár Máté Szalkát fogadja.
4 hazai győzelem, 2 vendégsiker és 2 döntetlen született a megyei első osztályú bajnokság nyitó fordulójában. A Szakói 2-0-ra verte a Tiszavasvárit, az Ibrány a Baktoló rendházát, az Újonc Gyulaháza pedig a Nagyhalász múlta felül 2-0-ra. A Nyírgyulaj Máté szarkáról vitte el a 3 pontot 3-0-ás sikerével, a Tiszakanyár pedig Tiszalökön győzött 1-0-ra. A Szatmár Unió Kemese találkozó 0-0-ás, a Sényű Mándok mérkőzés pedig 2-2-es döntetlennél zárult. A legutóbbi bajnok Tuzsér a 3 kihagyott 11-es és a kiállított kapusa ellenére is legyőzte a két emberét idő előtt elveszítő nagyecsedet. 0-0-ig elég jól tartottuk magunkat, sőt addig inkább nekünk voltak lehetőségeink. Hát a kiállítás ott rögtön ugye ebben a 40 fokba felborította az egész rendszerünket, tehát emberhátrányba kerültünk. Onnantól kezdve a Tuzsér dominált, igaz a megítélt büntetőt kihagyták, hanem ezt a büntetőt hát kicsit erősnek éreztem, de mindegy, a játékvezető megadta. Utána kiállították a Ricsit is, tehát kettős ebben hátrányban, én úgy gondoltam, már reálisan esélyünk nincs, ott kaptak még egy büntetőt, hát a sors fintora úgy azt megint kihagyták, utána kiállították tőlük is a kapust, volt hátra még egy 10 perc, ott még voltak lehetőségeink, erre kaptak ők még egy büntetőt, amit ismét kihagytak. A nagyecsediek a második fordulóban szomszédvári rangadón a szintén Újonc Máté szalkát fogadják. Én személy szerint szeretem az ilyen mérkőzéseket, Kemecsével rengeteget játszottunk ilyen szomszédvári rangadókat, tehát ez én azt mondom, ami a közönséget is lázba hozza. Gondolom én itt is Tuzséron is volt 1000 néző, ennyi biztos vagyok benne, Ecseden is lesz, és én véleményem szerint jobb csapatom miénk is ott, hogy győzni is fogunk. A forduló további párosítása a következő: Tiszavasvári Tuzsér, Nyírgyulaj Tiszalök, Baktoló Rendháza Sényő, Kemecse Gyulaháza, Mándok Szakoly, Tiszakanyár Fehérgyarmat és Nagyhalász Ibrány. Híradunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Az idén 500 ezer tonnához közeli almatermés várható az országban, szemben a tavalyi több mint 900 ezer tonnával. Júniusban még jobb termést becsültek a szakemberek, de a nyári aszálykárok miatt inkább a 500 000 tonnához lesz közelebb a mennyiség, hangzott el a megyei agrárkamara kertészeti osztályának ülésén. Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, a terméskiesésből származó veszteséget a kárenyhítési alapból pótolják a termelőknek. Az a nemzet érdemes a jövőre, amelyik büszke a múltjára és számon tartja örökségét, ezért fontos megállni, számvetést készíteni a nemzeti ünnepeken. Ezt Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke mondta a megyei önkormányzat központi megemlékezésén fényes litkén, az államalapító Szent István király és az új kenyér szentelése alkalmából tartott ünnepségen. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégén szinte minden kiemelt turisztikai térségben teltházzal üzemelnek a szállodák. Vidéken inkább a vízparti gyógy- és wellness szállás helyeken sok a foglalás. Nyíregyháza Sóstón is már csak néhány hely maradt üresen, ebben az idegenforgalmi szezonban másfélszeresére nőtt a vendégészakák száma tavalyhoz képest. A Kölcsei Televízió szerdai híradóját látták. A legfrissebbekkel csütörtök este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Lassan gyengül az előző napok csapadékos időjárását okozó alacsony nyomású zóna hatása. A magasban pár fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső zápor egyaránt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül, viharok környezetében átmenetileg megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, eső zápor egyaránt valószínű. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A továbbiakban egyre több napsütésre számíthatunk. Az ország nagy részén nem valószínű csapadék. Legfeljebb eleinte, főleg keleten, illetve a jövő hét közepe felé lehet elszórtan zápor, esetleg zivatar. Vasárnaptól 4-5 fokos melegedés várható.